A kezemben látható Benzár River Method kosarak azt gondolom, hogy új távlatokat nyithatnak a folyóvízi horgászat szerelmesei számára, hiszen olyan súlyú Method kosarak készültek el e termékek formájában, amelyek lehetővé teszik akár a legnagyobb sodrású folyókon is a Method Feeder horgászatot. A konkrét méretei ezeknek a kosaraknak 100, 150, 200, illetve 250 g. Tehát akár a két nagyobbik méret, a 200-es, illetve a 250-es már egy nagy dunai Method Feeder horgászathoz is tökéletesen alkalmas lehet. Nyilvánvalóan egy rendkívül tapadós etetőanyag szükségeltetik ahhoz, hogy ekosarakat használva eredményesen metódozhassunk valamelyik folyónkon, illetve mindenképpen célszerű, rövid, 8, maximum 10 cm-es előkét használni egy lebegő vagy wafter csalival, tehát pontosan úgy, ahogyan azt tennénk egy állóvíz partján, de mindezeket a kosarakat használva, még egyszer mondom, akár a folyóvizeken is lehetőségünk lesz Method Feeder technikát alkalmazni. Természetesen inline, tehát belső zsinórvezetésű kosarakról van szó, amelyek teste két részből áll, nyilván az ólom nehezékből, illetve a műanyag kosár részből, amelynek a bordázata oly módon lett kialakítva, hogy akár a nagyobb méretű csalik, például kukoricafüzér, vagy nagyobb pop-upok és wafterek is gond nélkül beleférjenek, ne akadjanak abba bele, ugyanakkor mégis jól tartsák a bordák a tapadós, nedvesre kevertethető anyagot.